Fotókon a pillanatok, amikor a szovjet parlamenter Osztyapenko szobrát leemelték a talapzatáról. Az alkotás évtizedeken keresztül állt a Balatoni és a Budaörsi út találkozásánál. A rendszerváltás idején távolították el 70 másik budapesti köztéri szoborral együtt, hogy aztán átkerülhessenek új helyükre a Memento Parkba. A szoborathelyezéseket végig dokumentálták, hiszen a rendszerváltozás szempontjából fontos lépésnek számított a szocializmus szimbólumainak eltávolítása. Ezekből a fotókból rendezett kiállítást a Budapesti Történeti Múzeum a rendszerváltozás 30. évfordulójára, de a pandémia miatt csak most nyithatott meg a különleges tárlat a Vármúzeumban. A Budapest fővárosi levéltár két fotóst kiküldött, hogy folyamatosan, tehát hónapokon keresztül, és rendszeresen fényképezzék az éppen lebontásra kerülő szobrokat, az ahhoz kapcsolódó rendezvényeket, tüntetéseket, felvonulásokat és egyebeket, és ez a kiállítás éppen a fővárosi levéltár anyagából származik, akiknek így egy fantasztikus jó dokumentumgyűjteményük lett, fotódokumentumgyűjteményük, tehát nem csak a levéltári iratok vannak náluk abból az időből, ezekről az évekről. Súlyok Miklós művészettörténés szerint az, hogy ezek a szobrok máig megőrződtek, és bárki megnézheti őket, fontos, hiszen segítenek a múlt feldolgozásában. Budapest főváros a területén található politikai köztéri emlékműveket nem pusztán lebontatta, vagy beolvasztotta, vagy eltüntette, hanem azt a döntést hozta, hogy az emlékezésnek folytatódni kell, és módot kell arra adni, hogy a következő generációk is tudjanak arról, hogy az elnyomó kommunista, szocialista rendszer milyen reprezentációval igyekezett az embereket emlékeztetni arra, amit a saját történelmének tartott. Ezért született az a döntés, a fővárosi közgyűlés hozta ezt a döntést, hogy helyezzük el egy úgynevezett szoborparkban, amelyet később Memento Parknak hívunk, ezeket a szobrokat. A kiállításon a fényképeken kívül helyet kapott egy térkép is, amely megmutatja, hogy hol álltak egykor a 90 után lebontott szobrok, illetve további információkat is olvashatnak az érdeklődők az alkotásokról. A köztéri emlékművek sorsát bemutató fotódokumentációs kiállítás november 21-ig látható. A tárlathoz kapcsolódva múzeumpedagógiai foglalkozások és szakmai rendezvények is várják a közönséget.